Dobra Fanni vagyok, a Petőfi Sándor általános iskolából jöttem, Turkavéről, a harmadik B-ből. A versem? Lacki János, tanári ária. Van, aki nem ért valamit, vagy mehetünk tovább? Mit lehet itt nem érteni? Nyissak egy óvodát. Kérdés, óhaj, sóhaj, egyéb. Nem csoportmunka volt. Én nem állok jót magamért, ha abban nem hagyod. Lehet, hogy szigorú vagyok, de miattat teszem. Hiszen az életnek tanulsz, és biztos nem nekem. Megvárom, míg befogja a száját Kovács Peti. De tűvel is bevarhatom, majd megemlegeti. Nem árulhatom el, ki volt. Az sem, hogy mit csinált. De aki tette, tudja jól, és szégyelje magát. De hozzá képes, gyors van a tejreumás csiga. Mozogjál úgy, mint aki él. Vihogsz, mint egy riba. Na, csak gratulálni tudok. Ez ám a színvonal. Szólj, ha befejezted, fiam, a magánszámodat. Ő kezdte, te meg folytatod. Kipenderítelek. Most legyen nagy a szár. Mi ez a mocskakaparás? Írásnak nevezed? Ez nem divat bemutató. Gombolj be a köpenyt. Öltözködjél rétegesen. Még megfázol nekem. Nem kapsz szemtengely feldülést? Hányszor mondjam? Ne les! Megbukik a szomszédod is. Úgyhogy felesleges. Iskola undorítószer volt neked, azt hiszem. Hiányoztál. De kinek is? Biztosan nem nekem. Köszönni, luxus. Felelés! Most legyen nagy a szár. Mással etesd ezt meg szívem. Én is voltam nem diák. Mire vársz, tapsra kiskomám? A füled ülősz talán. Édesanyja mit szól ehhez? Tudja egyáltalán? Mi lenne, ha a lélekben is visszatérnél közénk? Kérvényt nyújtsak be majd neked, vagy esetleg szóban is elég. Éles, kevés és harmatos volt ez a felelet. Te hányasra értékeled? Ne adjunk tippeket! Csak a jó szívemnek köszönt, kegyelem kettes ez. Nyertél egy sétát, kisfiam. Irány a szemetes. Ha még egyszer meghallom ezt, ugrom az ablakon. A sok hátul beszélgetőt ugye nem zavarom. Habár minden bogár rovar, sok rovar nem bogár. Ha a hülyeség fájna, te folyton ordítanál. A pótvizsgán találkozunk. Állíts le magadat. Közlöm, van szemem hátul is. Mi megy a pad alatt? Én ráérek szünetben is. Biztos fontos dolog. Akkor a egyes kapsz, fiam, a naplóból kilóg. Melyik jó madár mondta ezt? Gratulálok neki. Magadtól vagy ilyen zseni, vagy esetleg segít valaki. A házi feladat magát, majd megírja talán. A talának szól a csengetés, ez egy jelzés csupán.